Van egy főszabály, hogyha beáll a rendőr a kereszteződésben, igazából ha csak áll a kereszteződésben, már maga az is egy forgalomirányítás, mert úgy is lehet irányítani, hogy nem tesszük a kezünket sehova. Különböző állomásokon ismerkedtek meg a rendőrség és a polgárőrség munkájával és eszközeivel a szekszárdi Baka István általános iskola tanulói. Van egy bűnmegelőzési, az bent van az aulába, a Buda Bernadett tartja, ő a szekszárdi rendőrkapitányságnak a munkatársa. Van itt mögöttem, ezt én tartom, illetve van egy kollégám Siógárdról, ő tartja a drónost, ő 6 éve repülő drónpilóta. Ott a túloldalon, ott pedig a közlekedés biztonsági előadás folyik. A polgárőrség és a rendőrség már hosszú ideje működik együtt a mindennapi közrend közbiztonság fenntartásában. A megállapodás további lépése, hogy a gyerekek közbiztonságáért is közösen tegyenek. Az eseményen a karos forgalomirányítás működéséről és szabályairól is tájékoztatást kaptak a tanulók. Megmutatta, hogy mikor szabad menni a gyalogos átkelőn, meg autóval, és mutatta, hogy mikor van forgalomváltás. Az egyik állomáson a gyerekek közelebbről megtekintették például a walkie-talkie-t, a hőkamerát és a drónokat is. A hőkamerát azt nemrég szerezték be, a walkie-talkie-kat ugye tudjanak egymással távolról is beszélni, ha nincs is térerő, akkor is. Váradi Balázs úgy fogalmazott, fontos, hogy a diákok közelebbről is megismerkedjenek a rendőrséggel, továbbá a polgárőrség önkéntesen végezhető munkájával.